Hát ez ilyen expresszionista, hát Bauhaus, klasszik, szóval ezeket a Doktor Mabuse, meg nem tudom, minden ilyen expresszionista filmeket belőlem is hozza elő keményen. De jó, nagyon szép. Én nagyon klausztrofóbiás is vagyok, meg tériszonyos is, tehát én azon a külső körön szoktam közlekedni. De jó, jó. Ja, kösz. Te melyik irányba indulnál? Én arra. Itt, hogyha arra megyünk, akkor folyamatosan köszöngetnék meg. Hello, szia, mi van veled? Inkább úgy van ez, hogy most csináltunk 4 előadást, a Frankensteint, a Nehéz Istennek lennit, a Szégyent, meg a Demenciát a Proton Színházon belül, és azok tulajdonképpen nagyon hasonló logika mentén működtek, és nagyon hasonló tartalmat mondtak el, mindig másról, de hasonló módon tették. És ez mind a kettő úgymond ilyen típusú hagyománnyal szakít ez a dolog, amit most csinálunk, ami nekem nagyon nagy élmény. Az előadásainkról külföldön sokkal érdekesebb leírások meg tanulmányok születtek, mint itthon. Tehát itt nem is foglalkoznak azzal, hogy ez mi. Tehát ez a hardcore reality, azt nem én találtam ki, hanem azt hiszem egyik német leírásban, amit aztán mindenki átvett. Tehát hogy onnantól Proton Színház, hardcore reality. Két duettet képzeljünk el, két duettet, ami mind a kettőnek a fókuszába egy nagyon, nagyon pici és nagyon egyszerű morális helyzet van. Van egy kilakoltató helyzet, és utána ebben a lakásban vannak új beköltözött, és tulajdonképpen mind a két helyzetben az csak egy alibi arra, hogy valami másról beszéljünk. Kíváncsi vagyok, mert úgy érzem magam, mint amikor a Frankenstein csináltam színházba, vagy amikor a Fehér Isten filmben, hogy így nem tudom, mi lesz belőle. Merre gondolsz? Hát lehetünk bármerre. Azonosulsz ezzel a generációval? Hát nem tudok más tenni. Nem tudok más tenni. Tehát, hogy mondhatom, hogy nem, én sokkal fiatalabb vagyok, de ez valami, nincs így. Aha, de hogy van-e az, ami mondjuk az a vízióitokban összekött neked? Valami? Egyébként ez pont egy nagyon eklektikus generáció, de valami a végén van, szerintem hasonló, vagy azonos. Igen. És volt ennek kellő kifutása szerinted? Hát ti nagyon hamar lesajnáltátok, de lehet, hát úgy értem, a média ezébe. Nem hiszem, itt a messiás várása van. Majd jön. Nem tudok mit mondani. Rettenetesen elfáradtam az ilyen pipiskedő művészettől. Nézésétől is tulajdonképpen, meg a készítésétől is. Erre nem azt mondom, hogy én pipiskedtem, bár az is lehet, de hogy így egyáltalán az ennek a tradíciójából nagyon elegem lett, és tulajdonképpen olyan értembe lett elegem, hogy egyáltalán nem tartom revelatívnak. Tehát azt látom, hogy nem azt mondom, hogy nincs értelme, minden alkotásnak van valami értelme. Hogy tudsz arra reflektálni, arra a pillanatra, amiben vagy, és arról nem feltétlenül kijelentést tenni, a propaganda kijelentést tenni, hanem felismerhetővé tenni azt az időt, vagy azt a történelmi időt, amiben te éppen létezel. Azt hiszem, hogy minden egyes ilyen nagyon erős morális válságban lévő korszakban, vagy bronzkorban hirtelen nagyon konzervatív lesz a művészet. Hát nézd már a nézőtől is, szerintem, tehát hogy tényleg az van, hogy legyen rend, valamit tudjak, valami viszonyítási pontokat kirakjak, tehát ne szétszedjék, hanem összerakják. Meg mit tudsz eladni? Tehát miben tudsz kapaszkodni? Egyszerű gondolatba tudsz kapaszkodni. Azt többször elmondtam, hogy színházba se hiszek az ilyen politikai színházakban. Obszcén ilyen értelemben. Nem oda való, nem tudom jobban mondani. Az utcára való, meg a parlamentbe való, meg a, hogy mondjam, a munkahelyedre való, de hogy mondjam, a művészet az sokkal, sokkal szebben működik, és sokkal bonyolultabban működik, sokkal közelebb áll az élethez. Nem így fejti ki a hatását. Abban a pillanatban az ellenhatását fejti ki.
a dolognak. Még akkor is, hogyha hirtelen olyan nagyon megiszod. De valahogy az úgy, mint a hirtelen jött vodka, szóval hogy ezután kijön. Ugyanakkor mégis a jelenről szeretnél filmek csinálni. Igen, ez igen. Ez egy nehéz ellentmond. Nehéz, de ezért se tudják nagyon megfogni, bizony. És te fegyelmezett vagy egyébként? Hát mit tudom én, nem tudom. Fegyelmezned kell-e magad, hogy ne lép túl egy határt, amitől már túl direkt módon politikus egy jelenet. Szerintem egy a kultúra, hogy mondjam, nagyon rettenetesen személyesnek kell lenni, amikor alkotsz, azt hiszem tényleg igazán személyes műveknek van csak hitele, de ezt nem szabad összekeverni szerintem a véleményeddel vagy az indulatoddal. Tehát, hogy mondjam, mindig leegyszerűsítő lesz a dolog. És úgy is vagyok vele, hogy én nekem iszonyú kényelmetlenül is érzem magam, amikor ezzel találkozom a művészetben. Miközben, hogyha fölismerem vagy másként ismerem föl, akkor meg nagyon mélyrehatóan tud sokat jelenteni számomra. Tehát a Majakovszki kontra Csehovból a Csehovot választom. Aha. Muszáj megkérdeznem, ne haragudj. Parancsolj. Valószínűleg elég sokszor megkérdezték meg tőle. Az abúzusnak, meg az abúzusnak a logikája, és tulajdonképpen az, hogy legalizálódik az abúzus, és milyen oldalról válik legálissá, az engem nagyon érdekel is. Az, hogy most ez mennyire primér, az szerintem ugyanannyi, nem, tehát hogy mondjam, van, amikor a nagyon primér képe érdekelt a dolognak, mondjuk mint a Deltába vagy a Szégyenbe, akkor azt mondom, hogy igen, ott ülsz és nézd végig, hogy ez van, és egyszerűen, hogy mondjam, megmutatni annak a pőrességét ebben a dologban. Akkor ez szimbólum is? Hát persze, meg ez nem csak a szimbólum, hanem hát egy metaforája a kizsákmányolásnak, szóval az, amikor én mindent elveszek tőled. Erre menjünk. Itt fönnállnak a kocsik, az kényelmetlen, de már a Hollánban nem, se a Pozsonyin. Mondom, itt fönnállnak az autók, aha, tehát nem fogunk elférni hárman, de a Hollán Ernő utca a következőben, ott már nem állnak. Ez a sarkon laktam 12 évet. Egyébként ez is munka, szóval ez is olyan, hogy azért nincs ez a nagyon romantikus kép, hogy megszállta nem tudom mi, meg 62 éve együtt élek Marival, ezért tudok Mariról filmet csinálni, szóval én nem, ebben nem hiszek, tehát ilyen értelemben azt hiszem... Volt egy a Nick Cave-nek, voltam melyik dokumentumfilmen, volt, ahol azt mondtam, hogy jó tud alkotni, hogy bemegy reggel 9-re, és láttam. Este... Ilyen értelemben ebben nagyon ugyanebben hiszek, hogy... Ja. Igen, én se szeretem, nem... Lehet, hogy az alanyi költészetben van ilyen, vagy a zseniben, de miután se alanyi költő nem vagyok, se zseni. Én a román ortodox felelkedethez tartozom. Tehát a nagypapám román ortodox volt. De ez is fordulatos, mert hogy miután Gödöllőn nőttem föl, mint ahogy már említettem, ott a római katolikus templomba jártunk, hisz a nagypapám is azt szerette volna, hogy járjunk templomba. És ezért tulajdonképpen azt hiszem, hogy római katolikus vagyok. Persze, hogy meghatároz a hited, és hogyha nincs hited, akkor nehéz mit gondolni arról, valamiben való hited, akár az ateizmusban, hogy ez mind nincs, de hittel nincs. Tehát, hogy azt hiszem, hogy az emberhez hozzátartozik. A Köci azt írja, hogy az ősember ott üldögélt, teljesen üres lélekkel, ütögette a fát, hogy valamivel kitöltse ezt a végtelen ürességet, és ebből lett a hit. És ez tulajdonképpen nekem valahogy nagyon tetszett. Nem tartottam egyáltalán lesajnálónak. És azt hiszem, hogyha nem akarunk üresen élni, akkor kell legyen valami hite az embernek. Ne menjünk be a parkba, mondjuk, ez egy helyzet. De az jobb, valami olyan nyelv vagy vízió, amit bennük... Parancsol. Köszönöm szépen. Nem tudom, hát én az annyira jövök kívülről színházba is, meg filmbe, és én színházba kevésbé, mert azt úgymond tanultam, de a filmbe nem tanultuk. Mert a
Szóval mi egy ilyen nagyon fura osztály voltunk, mi igazi hályok kovácsként kezdtük el. Szóval én a mai napig a mesteremnek a Fassbinder tekintem, a Lars von Trier tekintem, a von Karajt tekintem, tehát a mozit tekintem. A mozit, meg a gyerekkori élményeimet. Én nagyon hiszek abban, hogy, hogy az ember ellentmondások között él, és az ellentmondások maga a tartalom, és hogy ezeket az ellentmondásokat meg tudod mutatni, akkor kerülsz közel a tartalomhoz. És ezért szóval én ellentmondásokba gondolkozom is. Tehát, hogy nem azt érzem, hogy, hogy megmeneküljek a fekete-fehér gondolattól, vagy az agitproptól, vagy a propagandától, ezért valójában ellentmondásokban is gondolkozom. És hogy ilyen értelemben szerint nekem az a jó befogadói élmény is, ahol ezt felfedezni vélem, és azt látom, hogy mennyire érdekes az, hogy ezt az ellentmondást valaki más így, meg úgy, meg amúgy vette észre.